péntek forró napon egy olyan eseményt előtt, ami 1971. július 18-án történt, a magyar motorsport történetében egyedülálló, a magyar himnusz Rapa János révén, Szabó Kettő László révén kettős győzelem született. Ebben a sikerben jelentős szerepe volt a kérdőpát, és nem szeretném szoborítani a szót, Várhegyi Ferének, a Eurosport ismert kommentátorának átadnám a szót, mert Pepi ráhagyta, hogy ezt a dátumot soha nem szabad elfelejteni. Köszönöm, hogy megjelentek. Várhegyi Ferenc. Köszöntsek én is mindenkit. A Böröcki Pepi, Böröcki József baráti kör rendezvényén vagyunk, és hát ilyenkor emlékezni kell rá is, aki sajnos már nincsen közöttünk, de mégis tovább él, hiszen akik most itt vannak, mind ismerték őt. Amikor egy ilyen rendezvényre eljövünk, akkor három dologgal mindenképpen találkozunk. Az egyik a múlt, a másik a jelen, a harmadik meg a jövő. A múlt azért, mert ha visszagondolunk a magyar motorsport több mint 100 esztendejére, akkor számtalan fantasztikus sikert olvashattunk, tapasztalhattunk, láthattunk élőben. És hát ezeket számba venni, könyveket lehetne írni róla, órákat lehetne mesélni, tévéműsorokat lehetne csinálni. És a múlt azért nagyon fontos, mert ha nincs múlt, akkor semmi nincs, akkor jelen sincs, meg jövő sincs. De ahogy elnézem, itt vannak fiatalok, tehát ezt a múltat ők tovább fogják vinni, és ez egy jó hír, ez azt jelzi, hogy a magyar motoros társadalomban minden időben volt, és most is van erő. Én azt remélem, hogy ez az erő egyre nagyobb lesz. A jelen. A jelen azért nagyon fontos, mert van most közöttünk olyan, aki tényleg aktív részese volt ennek a 44 évvel ezelőtti kettős brünói sikernek is. Ez nagyon fontos, mert megvan a folytonosság, megvan az átkötés. Én azt remélem, hogy minden jelenlévő ezt tovább is tudja adni, és ez még már a jövő, és akkor főleg a fiatalokra gondolok, de mindenkire, aki itt van, hogy én azt hiszem, hogy Pepinek is az lenne, vagy lett volna az egyik nagy álma, utalt rá többször, amikor beszélgettünk, hogy épüljön fel egy olyan magyar motoros társadalom, amely egységes, sikeres és boldog. Egységet ebben a magyar motoros társadalomban nagyon nehéz csinálni, hiszen akik benne vannak, mindenki a saját sikereért küzd. Ez meg magában ellentét, ha én akarok sikeres lenni, az a célom, hogy legyőzzem a másikat. De ez a verseny, ez a sportpályán zajló küzdelem. Én azt kívánom, hogy a küzdelmek a pénzért, a jobb technikáért és az egyebekért maradjanak is meg a sportpályák keretein belül. És hogyha ezen kívül össze tud fogni a magyar motoros társadalom, akár szurkolói, támogatói, versenyzői, szponzori, stb. Műszaki szinten, akkor van esélye arra, hogy a jövő szép lesz. Ki gondolta volna annak idején, hogy világbajnok lesz majd a magyar motorsportban? Szerette volna mindenki. És itt vannak az elődök, akikre most emlékezünk. De lám lett ebből a kis magyar közegből, lett egy világbajnok. Most is vannak kiváló versenyzőink. Tehát az azt jelzi, hogy ha van egy szerencsés csillagzat, amikor mindenki oda tudja tenni a magáért, tényleg megvan az összefogás, akkor van siker, és akkor eljön a boldogság. És azt gondolom, hogy Pepi ennek örülne a legjobban. Én azt remélem, hogy az a közösség, meg akik most nem tudtak eljönni, de szívvel, lélekkel egyébként itt vannak, azok ebben tudnak majd segíteni. És még a jövőről egy gondolatot, ugye ez a Böröcki József baráti körnek a rendezvénye. Ez a baráti kör, ez a közeljövőben, lehet, hogy már a következő alkalommal szeretne más keretek között, komolyabb keretek között működni. Elképzelhető, hogy más tartalmat is létrehozni, nem csak egy-egy megemlékezést, amely nagyon fontos, hanem egyéb módon is tevékenykedni kíván. Hát, hogy mi lesz ez, ezt még talán korai lenne elmondani, de remélem, hogy egyéb módon a többet lehet erről mondani. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jövő szép, és arra kérek mindenkit, hogy a múltra emlékezve, a jelenben itt léve segítsék a jövőt is. Köszönöm szépen! A Zsigmondot, ha jól láttam, ott van valahol az árnyékban. Kicsit fáradjon ide, szeretnénk egy kis kedves... Szeretnénk valamivel kedves. Van egy jó hideg fröccs, Zsiga bácsi. Tisztán a vörös. Ide.
élő tanú, az egykori sikerek élő tanúja, nem csak tanulja, hanem résztvevője, előmozdítója, egyik főletéteményese, Hamar Zsigmond, aki most ünnepelte nemrégiben a születésnapját, olyan fiatal, hogy el sem mondom. 23, meg még hozzá kell adni 60-at, de én le is vonhatunk belőle, ahogy elnéztem, úgyhogy nagyon, nagyon örülünk, hogy itt vagy, és szeretnénk pontosan a 44 esztendő és annak a munkának az elismeréseképpen, amelyet akkor is megtettél, meg utána is, egy kis szerénységgel kedveskedni. Akkor most lelövöm a poént, ez egy bronz plakett, amelyet most át fogunk adni. Te pedig Gacak Györgyöt kértük meg, hogy adja át ezt a plakettet. Ez Bajnok Béla szobrászművésznek az alkotása, és pontosan ezzel a 44 esztendővel ezelőtt született sikerrel kapcsolatos, azt idézi fel, és elsőként Tamás Zsigmond kapja meg. Érdemes jól megnézni, benne van a két bajnoknak a portréja, majd esetleg körbe lehet nézni utána. Benne van Bruno, az évszám, és ott van a hátoldalán, hogy Göröcki Pepi baráti kör adja át. Sok szeretettel! Köszönöm a megtisztelés, majd kicsit módosítok rajta. Egy lyukat kell fúrni, hogy legyen neki jó helye benne a műhelyben. Akár úgy is lehet, de ha kell, akkor szerzünk hozzá egy díszdobozt, és akkor abban lehet kiállítani a műhelyben. Doboz is jöhet. Sörös doboz. Jó, akkor feladat dobozt. Doboz kell szerezni, díszdobozt. Köszönöm a megtisztelést. Igen. Kicsit jó idő van, majd meglátjuk jövőre, hogy alakul a helyzet. Viga minden bácsi. Igaz, akkor talán jövőre is találkozunk. Igen. Viga bácsi. Előbe, egészségben. Ezért legyen így. El tudnál most idézni nekünk egy pár mondatban ezt a 71-es sikert? Biztos sokszor elhangzott már, de ebben a körben, ezen a helyen még nem. Hogy volt ez? Hogy sikerült? Hát, jó sikerült, ha azt veszünk. Kifogástalanul tulajdonképpen az a helyzet, hogy aki ismerte abban az időben a drapályonsét, de ugye elterjedt az a hír, hogyha tulajdonképpen esőben jobban megy, mint szárazon. Na most hát itt is a régi jártás megsegített bennünket egy kicsit, nem nagy eső volt, hanem elgélel eső volt. És akkor ugye már két emberem volt, ugye? Volt a Gratár, meg volt a Szabó Pető László, úgyhogy mindenkinek sikerült elindítani a motorját, úgyhogy a magyar motorsport annak idején a csizmadéje, én már úgy reklámozta ezt, hogy 70 éve volt már addig Magyarországon motorsport, és ez volt az első világbajnoki futam győzelem. Úgyhogy szerencsénk is volt, meg hát őszintén, mint szevelő, jó volna, ha több is lenne belőle. Ugye? Több győzelem. És a másik dolog az ugye, hogy ahogy most a magyar motorkerékpár gyárak alakulnak, hát itten semmiféle jót nem lehet mondani róla, hogy abban a helyzetben kerülünk újból. Volt nekünk motorkerékpárgyáron, nem úgy, mint ahogy a nyugatiak, de hát mégiscsak volt valami. De hát most eljutottunk arra a magas szintre, hogy most pillanatnyilag nincs semmi. Egyszer összeszámoltam, hogy ha nem tévedek, akkor 14 magyar motorkerékpárgyár működött a második világháború előtt, kicsit még után. Tehát tényleg volt egy komoly háttériparamban a motorsportnak. De hát igazán már akkor sem volt háttéripar, amikor ez a győzelem született, meg amikor Kalmácsi Gábor világbajnok lett, akkor sem volt háttéripar. Tehát még a nagyon nehéz körülmények között is, néha lehet. Az akkor mennyire volt szenzáció az a győzelem? Ugye mindenki a nyugati versenyző győzelmét várták, értetők voltak a csúcson, nekik volt a legjobb technikai hátterük. Mennyire volt nagy dolog, hogy jöttél magyar és ott volt? Ez így. Ilyen távlatból könnyen meghatározni, mert ott tartunk a pálya félén, és akkor alakul a helyzet, ugye, és jön a Jancsi 24 másodperc előnyel az első körben, úgyhogy még, akik mondjuk aránylag közel voltunk ebből az egész sporthoz, abban az időben azért mink is eltártottuk a számokat, hogy alakul ez, ugye, mert ez mégiscsak egy világbajnoki futam volt, és a másik pedig az, hogy ezen a hosszú pályán még én is versenyeztem, 14 talán egy kilométer volt egy körben. Úgyhogy mindaz volt az elméletem, meg a gyakorlat is azt kívánta meg, ugye, hogy a rendben egy. Ugye, ha könnyen hozzá lehet tenni, az szerencséjük. De hát itt négy jött. Igen. Szóval
valami kevés tudás, kevés kis szerencse, ha összeadjuk ezeket a dolgokat, elképzelhető lesz még továbbiakban. Csak kár szerintem, hogy ez a folyamat, amit a Talmácsi csinált, hogy ennyire hirtelen megszakadt. Szóval oda kerülne, ahol a Talmácsi kerül tulajdonképpen. Én tudomásom szerint igazi gyári versenyző a magyar motorsport. Volt, aki próba menő, valamint itt tétén is volt, aki ment volna meg, de a fejjelnek a tőlek mondja. Szóval sok olyan dolog van, amit hát tulajdonképpen számon kellene tartani, de valahogy most úgy néz ki, mint a technikai sport egy kicsit, mint az éteset volna. Tehát reménykedünk benne, hogy lesznek meg itt az emberek, akik szeretik a technikai és egyébként a motorsporton, nagy lábbal hagyom. Így van. Anyagi a kérdése a legész. A tehetség megvan hozzá. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy nehéz, azért nehéz ezt újra kezdeni, mert ez egy folyamatos szakma. Tehát itt lehet mondani az, hogy minden évben valami kevés kis fejlődés van. És olyan hátrányos helyzetbe kerülnek azok, meg még ráadásul motorkerékpárgyárok nincsen, amit ugye meg lehetne nézni, mert még megmotorgyár, lehetett külföldön behozni tanulmányokra, motorokat, minden, azokat is meg lehetett nézni, de nem tudom majd ezt, hogy foglalkozni majd a következő időben. Hát reméljük a legjobbakat. Én azt hiszem, hogy egy nagyon fontos összegzés, meg útravalót is kaptunk a Zsiga bácsitól, úgyhogy hát remélem, hogy sokan megfogadják, akik itt vannak nyilván, és hát azt kellene, hogy terjesszem mindenki ezeket a gondolatokat, menjen szépen a szélesebb körbe, hát ha meghallják azok, akiknek meg kell hallani. Zsiga bácsi, nagyon szépen köszönöm, én hadd kérek egy nagy tapsot, az első kötőzetet a Zsiga bácsinak. További kötőzetet. Köszönjük szépen. Találunk rendőri kísérettel, motorversenyző, fiatal sportások, mindenki részt vehet rajta, és nagyon-nagyon megköszönjük, hogy eljöttek, és hogy eljönnek a temetőbe, az külön egy percet legalább az égre felnézünk, és gondolunk azokra, akik fentről figyelnek. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Józsefnek külön is a szervezést, meg mindenkinek, aki eljött. Ha nem sietünk nagyon-nagyon, nem tudom, meddig van a foglalás, akkor még érdemes azért a motorokat csodálni, meg fiúképezkedni, de azért szerintem akkor pár percet előzött. Milyen a rendben? Jó.